Már is folytatjuk a mokkát. Vendégeim a stúdióban Stekl László, a Heinpál Alapítvány elnöke, Balázs János junior primadíjas zongora művész, valamint dr. Velkei György, a Magyar Kórház Szövetség elnöke, akikkel a Mesekórház programról és az élményterápiáról beszélgetek. Jó reggelt kívánok! No, jó reggelt! Kevés időnk van, ezért aztán szeretném, hogyha minél többet el tudnának nekem mondani erről a bizonyos meseprogramról. Mi a célja, feladata, miért hozzák létre és hol? Ugye talán az elején érdemes kezdeni, a Heinpál Alapítvány egyik programja, a Mesekórház program, aminek az egyik fő célkitűzése az az, hogy olyan emberközpontú család és gyermekegészségügy kialakulásához járulhasson hozzá, ami nyilván a hatékonyságával és az élményközpontúságával fejleszteni tudja és gyorsítani tudja az egészségügy fejlődését, és növelni tudja azt a színvonalat, amit a magyarországi család és gyermekegészségügy nyújtani tud. Mert hogy ez a színvonal most ilyen pillanatban hol van? Nagyon hova vegyes. Tennénk? Azt vegyes? Gondolom, hogy nagyon vegyes. Nagyon sok minden történt infrastruktúrális beruházásokkal az elmúlt években, főleg vidéken, Budapesten jóval kevesebb. Ez a kultúra egyik része, a másik pedig az az attitűdrendszer, ami a kórházakban van, ez is nagyon vegyes, és nagyon sokszor kiszolgáltatott helyzetek vannak. Nagyon fontos ezért is, a Magyar Kórház Szövetség azért is állt emellé, a program mellé, szövetségként, és dolgozunk együtt, mert nagyon fontosnak tartjuk ezt a kultúraváltást, az infrastruktúra megjavítása mellett is, hogy valóban szülő-gyerek központú lehessen az ellátás a gyerekintézményeinkben. Hát az nagyon fontos lenne, nekem mondjuk csak a János Kórházzal vannak tapasztalataim, de önnek a gyerekosztályával. Nyilván estig tudnánk róla beszélgetni, mi mindennek kéne megváltoznia, de egy junior primadíjas zongora művész hogyan tud ebben segítségére lenni a kórházaknak vagy az alapítványnak? Egy nagyszabású gálakoncertet fogunk rendezni november 15-én a MOM Kulturális Központban, ahol a művész barátaimmal együtt fogunk játszani, Lajkó Félix, Vásári Tamás, Mácsai Pál lesz az ezt házigazdája, Rácz Rita, az Anima Muzicie Kamara Zenekar. Tehát nagyon színvonalas műsorral fogunk a ragyogó program mellé állni. Bach művek lesznek, Liszt Ferenc művek, illetve hát Lajkó Félixre pedig improvizációkat fogunk előadni, ami hát reméljük, hogy nagyon nagy tetszésnek fog örvendeni. Egész biztos vagyok benne, és akkor ezzel hogyan lehet támogatni ezt a bizonyos meseprogramot? Ugye érdemes talán elmondani azt, hogy mi a célja ennek az egyébként nagyon kellemesnek ígérkező koncertnek. Összefogott a Betesda Gyermekkórház és a Heinpál Alapítvány, és ennek az összefogásnak az apropójaként az első mesekórház osztály, az várhatóan a Betesda Gyermekkórházban kerül majd kialakításra, és a fellépő művészek, illetve a szervezők ennek az estének, ennek a rendezvénynek a teljes bevételét, amelybe beleértendő majd az aukció bevétele is, arra használják fel, hogy minél gyorsabban elindulhasson. Szó van-e arról, hogy a Betesda után más kórházakban is kialakítanának ilyen osztályokat? Ez egy mást követő programsorozat volna a Betesda. Talán azért is lehetett az első, mert itt, és ez az egész mostani indítás erről szól. Itt van az Országos Égésközpont, ahol 15 ágyon az egész országból jönnek a gyerekek, és nyilván mindenki érzi, hogy ők nagyon rászorulnak a segítségre. Itt egy olyan új osztály küllemet akarunk kialakítani, ahol sokkal, sokkal mobilisabban, játékosabban lehet létezni, miközben nyilván ezt a súlyos betegséget el kell szenvedni. Mi a magunk világában, én a Betesdában is dolgozom, igyekszünk fájdalommentessé és minél inkább elviselhetővé tenni a napokat, ehhez jön majd ez az újfajta infrastruktúra, nagyon izgalmas lesz ennek a megvalósulása. Rendkívül jó kezdeményezés, még egyszer, akkor bárki részt vehet ezen az igazi kulturális tömegének ígérkező esten? Abszolút, ez mindenki számára nyitott, és szeretnénk hagyományt is csinálni belőle, úgyhogy minden évben fogunk egy ilyen nagyszabású gálakoncerttel jelentkezni. És az még fontos elmondani, hogy minden egyes művész elsőre igent mondott, sőt, sajnos valaki már nem tudta elvállalni, de a jövőre megígérte, hogy jövőre csinálunk hasonló dolgot. Gratulálok a kezdeményezéshez, és azt nagyon remélem, hogy ennek valóban lesz akkor folytatása, és több kórházról lehet majd beszámolni. Köszönöm szépen, hogy bejöttek hozzánk. Köszönjük szépen.